Az elmúlt szombaton érkeztek Komáromba a Nemzetközi Dunatúra résztvevői. Kellemes, napos időben, és mindenki a saját magának megfelelő tempóban evezte le a bős komáromi szakaszt. A Dunán hátszelük volt a vízturistáknak, de hogy nálunk sátrat verjenek, ahhoz fel kellett még evezniük a vágon 3 kilométert a kajakkenu központnál lévő táborhelyig, és ezen a szakaszon kellemetlen, erős szembeszéllel kellett megbirkózniuk. A kajakosoknak ez nem volt különösebb gond, de a kenusok közül ezt többen nem vállalták, tovább csorogtak, és inkább Patnál táboroztak le. A komáromi táborhelyen mindenki jó ízű vacsorát kapott, és az egyes nemzetek csoportvezetőit pedig fogadta városunk polgármestere Tubendek László, valamint a járási víziturisztikai szakosztály elnöke Pavol Martincsek. Az idei 61. Nemzetközi Dunatúra június 17-én rajtolt el a németországi Ingolstadtból. A nemzetközi mezőnyt főleg a dunamenti államok vízituristái képviselték. Németek, osztrákok, szlovákok, magyarok, horvátok, szerbek, bulgárok, románok, de egy-egy angol, holland, svájci és ausztrál víziturista is csatlakozott a csoporthoz. Amint azt Bárány István, a szlovákiai Dunaszakasz felelőse elmondta, Pozsonytól hivatalosan 99-en lapátolják a Dunát. De van egy nem hivatalos, 30 főből álló csoport is, amelyik csak a Duna szlovák szakaszát evezi le. A Nemzetközi Dunatúra távja a rajtól a célig, a Dunai deltáig impozáns 2500 folyami kilométert tesz ki. Az egész táv levezése több mint 2 hónapot vesz igénybe. Kevesen tehetik meg, hogy vállalják az egész táv levezését. Persze azért akadnak vízituristák, akik ilyen céllal indulnak neki. Sőt, 1-2 kilométert még a Fekete-tengerbe is beveznek. Jellemzőbb, hogy a 8 főszakaszból választanak egyet vagy többet. Még egy szakasz megtétele is legalább 10 napot vesz igénybe. A vízituristák nem anyámasszony katonái. Fel kell, hogy legyenek készülve az időjárás viszontagságaira és a váratlan helyzetekre is a sokszor kiszámíthatatlan Dunavizén. Ehhez kell a tapasztalat. És mi a víziturista jutalma? Az átélt élmények a csodálatos dunamenti tájak bűveletében. Kívánjuk az idei nemzetközi túra résztvevőinek jó időt, szép élményeket!